A ZRB 932 FW2-es típusjelzésű kombinált hűtőszekrény, egy no-frostos fagyasztótérrel ellátott készülék, A+-os energiaosztályba sorolás mellett 306 kW az éves energiafogyasztása. A készüléknek a normál hűtőtere 223 literes, a fagyasztó része pedig 78 literes űrtartalommal rendelkezik. A fizikai méretét tekintve 175 cm magas, 60 cm a szélessége, és a domború ajtónak köszönhetően az ajtók középpontjánál 65 cm a mélysége. A normál hűtőterét, ha megnézzük, akkor 4 üvegpolc tartozik a készülékhez. Ezeket az üvegpolcokat itt az oldalfalon lévő bordázat segítségével bármelyik magasságba át tudjuk tetszőlegesen helyezni. Két darab zöldségtároló fiókkal van felszerelve a készülék, illetve az ajtón található három darab úgynevezett ajtózseb, illetve egy fedéllel ellátott negyedik zsebet is találunk a felső részen. A készüléknek a hőmérséklet szabályzása elektronikus érintőkapcsoló segítségével történik. Itt 2, 4, 6, tehát ott már a értékek azok a hőmérsékletet jelzik, amelyik alatt világít a pici lámpa, az a hőmérsékleti érték van beállítva, és olyan hőfokra hűti le a készülék a normál hűtőteret. Automata leolvasztású a készüléknek a hűtőrésze, tehát annak a leolvasztásával gyakorlatilag abszolút nem kell bajlódnunk. A fagyasztó rész az három darab fiókkal van ellátva, a felső fiók hátsó része az elvékonyodik, hiszen a no-frost technológiának köszönhetően a ventilátor ott a felső sarokba helyezkedik el hátul. A középső fiók az egy normál mélységű, teljes magasságú fiók, illetve az alsó ugye, mivel mögötte van a kompresszor, az csak egy fél mélységű, de teljes magasságú szintén. A no-frost technológia az egy száraz hideg levegő keringtetést produkál a fagyasztó részben. Ez meggátolja, hogy a beáramló levegőben lévő pára az lecsapódjon, ezáltal nincs vér és jégképződés a fagyasztó téren belül. Ebből adódóan nincs mit leolvasztani, tehát ennél a készüléknél leolvasztással egyáltalán nem kell foglalkozni.